Bridget Veninger, Eve Darlett, 24 karácsonyi mese, negyedik fejezet, kalandos szánkózás. Gyertek gyorsan, öltözzetek, kiáltott be egy szép téli reggelen az öcsei szobájába Zsuzsi. Szánkózni megyünk! Hurrá! örvendeztek a fiúk, egy perc is indulhatunk. A sarokba hajították a játékaikat és lerohantak az előszobába. Pillanatok alatt felvették a melegkezes lábast és a csizmát. Az édesanyjuk pár meleg sapkát és kis is előhalálzott a szekrényből, aztán azt mondta. Éppen ideje ti örök mozgók, hogy kimenjetek a levegőre. Jó szánkozást, vigyázzatok magatokra. Szia, anya, köszönt el a három gyerek. Lehet, hogy még hóvirágot is találunk neked, vagy inkább egy jeges medvét, vigyorgott Jani. Vagy hószörnyet, tódította Jakab. Nekem az is elég, ha vidám arccal és üres hassal jöttök haza, nevetett anya. Na indulás! A három gyerek kirángatta a tárolóból a sok személyes szánkót, aztán nekivágtak az ösménynek, amit az édesapjuk tisztított meg a hókotróval. Amikor felértek a domb tetejére, lihegve megálltak és körülnéztek. Olyan gyönyörű volt a táj, három napon át sűrűn és nagy pályhegben havazott, a napsütés pedig szikrázó mesevilágot varázsolt a fehérségből. Nem áldogáltak sokáig, én leszek a kormányos, jelentette kis Uzi. Üljetek fel és kapaszkodjatok. Egy, kettő, három. A nagy szánkó olyan simán suhant lefelé, mintha síneken síklana. A gyerekek felfelcsíkítottak a gyönyörűségtől. Amikor leértek, Jakab és János egyszerre kiáltotta. Még egyszer! A három gyerek megint kapaszkodni kezdett a oldalon. Nagy csend volt az ávarázsó a téli erdőben, csak a saját szuszogásukat hallották, és a csizmák csikorgását a havon. Hirtelen új hang ütötte meg a fülüket, halk morgás és nyögés. Aztán egy hangos tüszentés és utána valami furcsa nyöszörgés. Különös és rejtélyes hangok. Jaj, mi ez? Zsuzsi roppantul meg ilyet. Lehet, hogy jeges medve, tűnődött Jani. Vagy egy hószörny, mondta elhülve Jakab. Á, de hogy nyugtatta őket, Zsuzsi. Nálunk nem élnek jegesmedvék, sőt, hószörnyek sem. A három gyerek visszafolytott lélegzettel hallgatózott. A hangok most olyanok voltak, mintha valaki halkan és keservesen sírna. Ez egy kísértet, rémült meg Jani, és a nővéréhez bújt. Ne butáskodj, ölelt át Zsuzsi, ki hallott már olyat, hogy egy kísértet nappal sétálgatna. Figyelmesen hallgatózott egy ideig, aztán kijelentette. Megyek, megnézem ki ajgat. lehet, hogy megsérült. Jó, vacogta ilyetten a két fiú, mi, -mi, -mi is me megyünk, és se segítünk neked. A szánkót hagyták az ösvényen, aztán kézenfogva fogva megindultak a sűrűben. A puha hó elnyelte a lépéseik zaját. Ahogy közeledtek, egyre tisztában és hangosabban hallották a morgást, sírást és nyöszörgést. Úgy hallom, arról jön, suttogta Zsuzsi, és egy hólepte bokor felé mutogatott. A gyerekek közelebb óvakodtak, a szívük vadul dobogott az izgalomtól, és akkor meglátták. A mély hóban hatalmas jávorszarvas térdelt, Ágbogas agancsa beleakadt a drótkerítésbe, ezért nem tudott felállni. Amikor megérezte a gyerekek szagát, vadul kezdte a kerítést, felbődült és teljes erejéből küzdött, hogy kiszabaduljon és áfusson, de hiába. – Jaj, ne! Ez biztos a Mikulás szarvasa! – suttogta kétségbe esetten Jani. – Ha nem szabadítjuk ki, akkor egyetlen gyerek sem kapja meg az ajándékát! – tette hozzá Jakab. Zsuzsi bólintott, majd behúzta két öcsét a havas bokor fedezékébe, hogy a szegény szarvas ne ijeszték meg még jobban. – Gyerünk haza! – mondta. – Szólnunk kell apának! Amilyen gyorsan csak tudtak, visszasiettek a szánhoz, és lecsúszantak a völgybe. Ahogy hazaértek, egymás szavába vágva újságolták, hogy mit láttak. Az édesapjuk azonnal felvette a kabátját, és kimált, hogy hozzon egy drótvágót a fészerből. Aztán elindult a gyerekek nyomában az erdő felé. Mire odaértek, a szarvas már úgy elfáradt, hogy nyöszörögni is alig maradt ideje. Apa óvatosan oldalról közelítette meg, és nagy ügyjel bajjal végül sikerült elvágnia a drótkerítést. Addig cibálta és feszegette a drótot, amíg sikerült kiszabadítani belőle a királyi a gancsot, és ezzel a hatalmas szarvas végre megmenekült. Azonnal talpra állt, és óvatosan rázogatni kezdte a fejét, a gyerekek kiabálni és újongani szerettek volna, de nagy nehezen sikerült csendben maradniuk, mert látni akarták, hogy vajon a szarvas elrepül -e. Nem repült el, állt és nézte őket a szép sötéten csillagó szemével. Hosszú idő telt el így, végül a szarvas bólintott, hátat fordított, és kimért, nemes léptekkel eltűnt a sűrűben. Csodálatos dolgot tettetek, gyerekek, mondta a apa büszkén, és egyenként megölelte őket. Úgy látszik, a Mikulásnak is ez volt a véleménye, mert mindhármuknak hozott egy nagyon szép meglepetés ajándékot is. Ez volt ráírva. Emlékül a megmentőknek. Köszönöm.